nagyon jó slágerekre számítunk, és nagyon várja már a zenekar is azt, hogy Győrbe érkezhessen. Az Alphaville zárja a nyarat Győrben. A világhírű együttes lép fel ugyanis augusztus 26-án szombaton 21 órától az idei nyárzáró koncerten. A Big in Japan és a Forever Young című slágereik ismerősen csenghetnek bárki fülében, hiszen a különböző rádiók nap mint nap játsszák legismertebb számaikat. A nagyszabású koncert ebben az évben is a győri Bornapok keretében valósul majd meg, ami idén ünnepli 10. jubileumi születésnapját. Ez a nyárzáró koncert mindig az íre a pont a nyár végén, de kiegészül egy fantasztikus rendezvénnyel, ez pedig a Bornapok, Bor, Borlovag és Gasztronómiai Fesztivál, amelyet az idén 10. alkalommal rendezünk meg, úgyhogy sok különlegességgel is készülünk. És el kell, hogy mondjam, hogy egyébként közvéleménykutatások alapján a győri Bornapok, a győriek, tehát a városlakóknak a legkedvencebb rendezvénye és fesztiválja. Nem csoda, hogy az első helyen áll a győriek és az ide látogatók körében, hiszen rengeteg színes program, finom borok és gasztronómiai élmények várják évről évre az érdeklődőket. Augusztus utolsó hétvégéjén Győr a találkozások, a jó beszélgetések és a minőségi zene fellegvárává válik. Nincs is annál szebb, mikor az ember egy üres boros pohárral a kezében összetalálkozik egy olyan emberrel, akinek a kezében egy üveg bor van. Azt remélem, hogy ilyen élmények várnak ránk a Bornapokon. Ezen a győri Bornapokon minden esélyünk megvan arra, hiszen évről évre városunkban hívjuk az a hazánk legjobb termelőit, a borbarátokat és a kultúra szerelmeseit. Elképesztő és fantasztikus nyáron vagyunk túl. Nagyon mozgalmas volt ez a nyár, és köszönet a szervezőknek, akik itt ülnek az asztalnál, akik a teraszon is ülnek, rengeteg munka van benne, és engedjék meg, hogy a város lakói nevében megköszönjem a sok-sok munkájukat. A sok munka mellett szót érdemelnek a szponzorok is, akik idén sem tétlenkedtek. Kiemelt támogatóként a Security Patent, támogatóként a Pannonvíz, míg fő támogatóként, mint már számtalanszor ebben az évben is az Audi Hungária állt a rendezvény mellé. Büszkén mondhatom el, hogy ennek a csodás nyárzáró koncertnek a fő támogatója, én már sok-sok éve az Audi Hungária Győrben. És bizony ez a hagyomány, ez végigkísért bennünket, nem csak ezen a téren, nem csak a kulturális téren, hanem a sport terén is, hiszen amellett, hogy a kulturális rendezvények mellé állunk, számos jeles sportesemény főtámogatói is lehettünk, különösen ebben az évben. Utalt a győri EOF-ra az Audi Hungária ZRT kommunikációs vezetője, hiszen 75 gépjárművel támogatták a fesztivált. Czechmeister Mónika hozzátette, a jövőben is szeretnének az önkormányzat által szervezett rendezvények mellé állni. Győr ikonikus fesztiválját, a győri Bornapokat idén már 10. alkalommal szervezik, különlegességét a jellegzetes ital adja, melyet hazánkban sokan szeretnek és tisztelnek. Tulajdonképpen hazánkban is ez egy különleges ital, ami köszönhető valószínűleg a jó alapanyagoknak, a kiváló minőségű szőlőnek, a tradíciónak, a hagyománynak, és nem utolsó sorban, hogy a bor kiválóan párosítható a gasztronómiával, illetve a kultúrával egyaránt. A rendezvény szervezésével innen célunk volt, hogy az örömszerző borivás mellett a kultúrát ismeretterjesztő borkóstolóra hívjuk mindenkit, hiszen Magyarország legnevesebb 17 borvidékéről mintegy 58 pincészetet látunk vendégül. Ismét feltöltő kártyás rendszer működik majd a fesztivál ideje alatt, és a Dunakapu, valamint a Széchenyi tér ad majd otthont a különböző rendezvényeknek. A minőségi borok mellé igazi minőségi muzsikát kínálnak a szervezők, érdemes lesz tehát augusztus utolsó hétvégéjén kilátogatni a belvárosba. A részletes program megtalálható a győrplusz.hu oldalon és az esemény program füzetében.